A Bozsék Évet Társulat legújabb Bohóc Kerestetik című produkcióját hozta el Pécsre. A darabban humor és dráma vegyül cirkuszi elemekkel. A társulat felnőtteknek szóló darabja a Nemzeti Táncszínház felkérésére a világhírű román-francia író Matej Visnis Grotex drámája nyomán készült. A bohócokra nagyon nagy szükség van szerintem a mai világunkban, pláne ahol azért nagyon sok mindenről nem lehet beszélni, és ez a darab, ez egy nagyon jó történet arra, hogy egyrészt az én saját vízióimat is beletegyem a mai világról, akár az utopisztikus világ, ami tulajdonképpen mindenhol most már kezd beköszönteni, tehát arra is vannak utalások, de egyébként nagyon érdekes maga a történet, hogy két öreg bohóc keres álláshirdetésre jön. Ez a két öreg bohóc, ez az egyik az én vagyok, a másik a Vati Tamás, akivel hát már több mint 30 éve dolgozunk együtt, mert jövőre lesz a társulat 30 éves, és ez a két bohóc, hát rájön, hogy már kiment a divatból. És igazából a darab arról is szól, hogy az értékek is kezdenek kimenni a divatból, tehát hogy én erre akarom felhívni a figyelmet, hogy milyen fontos az a fajta tudás, amit akár ezek az idős bohócok tudtak, vagy tudnak, és hozzák magukkal a bőröngyükbe azt a fajta szabadságot, meg azokat a kellékeket, amelyekkel egész életükben dolgoztak, és hogy a mesterségnek a legjavát tudják, viszont hogy már nincs rájuk szükség. És ilyen szempontból nagyon sokat utalok így a mai idősebb társadalomra, akik nincsenek megbecsülve. Azt hiszem az egész világon, mondjuk van egy-kettő olyan ország, például Japán, ahol azért az időseknek nagy tisztelete van, de azért szerintem a nyugati világból ez nagyon hiányzik, és én szeretném rájuk is felhívni a figyelmet. A díszletet Vadi Tamás álmodta meg, aki nem csak kiváló táncos és színész, de rendszeresen tervez az előadásokhoz simuló díszleteket is. Van egy darab ajtó, ami nagyon sok mindent fejez ki, hogy az ajtó, hogy mi van az ajtó egyik oldalán, mi van a másik oldalán, kik vannak az ajtó mögött, hova vezet az ajtó, mi van, hogyha ránk zárul, mi van, hogyha bezárnak minket mögé. Tehát tulajdonképpen az ajtó nagyon sok mindent kifejez a mai világnak a bezártságát is. Tele van félelemmel, meg tele van reménnyel is. A pécsi balett az Orbát mutatta be, amely az életigenlés táncjátéka. Teodorakis zenéje, az alkotó kreativitása és a pécsi balett kiváló táncművészei együtt idézték meg a mitikus görög hős szellemiségét. A pécsi balett 22 évvel ezelőtt koreografálta meg utoljára az Orbát, akkor Herzog István, az akkori balettigazgató koreografálta meg. Most én úgy éreztem, hogy ezt el kell engednem az Orbát, és két kollégámat, nagyon jó kollégámat, Juhász Zsoltot, aki a Duna Művész Együttesnek a művészeti vezetője, és Zahár Lóránd, aki gyakorlatilag szabadúszó, ők ketten koreografálták, én gyakorlatilag ilyen háttéremberként segítettem a darabot. Budapesten nagyon nagy siker volt, és nagy reményeim szerint a pécsi közönség nagyon fogja szeretni. Peti gyakorlatilag az a művészi tudás, az a tapasztalat, az a megszerzett tapasztalat, amit magára szedett az elmúlt évtizedekben, azt gondolom, hogy látszódni fog a darabon. És hát ugye ott van Szabó Marci még, aki ugye szólista szerepben van, vagy Frank Edina, de hát egy nagyon-nagyon jó szereposztás van, és nagyon tehetséges emberek.
Az idei pécsi nemzetközi tánctalálkozón a szakma elitje lépett fel, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, Bozsik Ivett Társulat, Frenák Társulat, Budapest Táncszínház, Varia Dance Bartók Táncszínház, a Győri és a Szegedi Kortárs Balett, valamint a Pécsi Balett Társulata. Minden délutánra terveztünk a színház előtt Pécs összes táncegyüttesének fellépési lehetőséget adni terveztük, a mai nap elúszott az esővel, és délelőtt pedig különböző szakmai beszélgetéseket tartunk, úgyhogy egész napos programunk. Számos műfajból kínált válogatást a 16. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. 5 nap alatt 8 kiváló társulattal találkozhatott a közönség. Kedden este gálával ért véget a pécsi táncünnep.